Köszöntöm a kedves nézőket, Szabó Tamás krónikaíró vagyok. Az ukrán-orosz háborút szeretném kommentálni, nevezetesen abból a perspektívából, hogy volt itt Európában egy 30 éves háború, amúgy katolikus és protestáns rivalizáló háború volt, 30 évig tartott, 1618-tól 1648-ig. És ezt összehasonlításként ide kell citálnunk, ezt a sajnálatos tényt. Ugye most két év óta, bő két év óta tart ez a háború a szomszédunkban. És ahogy mondjuk 1618-ban elkezdődött háborút, jó lett volna 1620-ban befejezni, és a maradék 28 évet megspórolni, most vagyunk ugyanezen a holtponton, hogy nagyon hasonlítanak ennek a háborúnak a gyökerei, a mozdulatai, minden vonatkozása nagyon hasonlít erre a 30 éves történelmi háborúra, és a maradék 28 évet, hogy hogyan lehetne megspórolni, mi magyarok hogyan tudunk ehhez hozzájárulni. Politikailag nem nagyon tudunk, de szellemi értelemben nagyon gazdag lehetőségeink vannak, és ezt meg kell tudnunk, ki kell tudnunk játszani ezt a kártyát. A kulcsnév Benyoszky Móricz, aki 1741 és 1786 között élt, ugye cári, hát ilyen kiküldött szolgálatban volt talán Szahalinon, vagy inkább Kamcsatkán, és onnan egy hajón felfedezte Madagaszkárt. És az ő, tehát az ő nevével jelzett akkori erőfeszítéseknek a mai jogfolytonosságában értelmezhető, hogy városalapítást, városrész alapításokat kezdeményezünk az ő nevével, mert ugye ő magyar ember lévén magyarok, oroszok és lengyelek, illetve egy darab svéd hadifogoly hadnagynak a közreműködésével tengerre szállt, és Afrika szubkontinensét, azaz Madagaszkárt, ami akkor még nem volt sehol se ismeretes, ezt felfedezte. Addigra az összes kontinens, szubkontinense már fel volt fedezve, de az Benyoszkynak volt a koncepciója, hogy van egy közbelső sáv, amit senki nem hajóz. És hogyha azt a közbelső sávot rendesen körbehajózzák, akkor ki fog derülni, hogy van-e Afrikának szubkontinense, és ha van, azt meg fogják találni. És volt, és azóta is van, és megtalálták. Tehát Benyoszky Móricz 1741-ben született, és 1786-ban halt meg. Amúgy franciák ölték meg. A kihangsúlyozandó dolog az, hogy Benyoszky orosz cári hajón fedezte fel Madagaszkárt. Nyilvánvaló, hogy hátrahagyott egy szándéknyilatkozatot, hogy ő ezt a kérdést tisztázza. És akkor abban az esetben ez magyar, orosz, lengyel közös vívmány, történelmi vívmány lesz, hogy utoljára lesz felfedezve Afrikának a szubkontinense, és valóban fel lett fedezve, ők felfedezték. És ennek a nemzetközi jogfolytonosságában, annak a hajónak a nemzetközi jogfolytonosságában értelmezhető, hogy az a kezdeményezés, hogy a szárazföldön legyenek ilyen városok, lehetőleg legyen minimum egy, rövidesen átadom a szót Ludányi Horváth Attilának, tehát hogy a magyar-lengyel társkirályság egykori területén, amely területek ma Nyugat-Ukrajnaként vannak jegyezve, hogy ott legyen ez a minimum egy város, de akár a Lengyelország területén is, amely politikai Varsótól mindenképpen független, és ha ilyen városrész vagy város, új város lenne Magyarországon, annak is függetlennek kell lennie a politikai Budapesttől, illetve tételezzük fel, hogy Kijevnek a földrajzi folytatásában lenne egy ilyen városrész, a politikai Kijevtől annak mindenképpen függetlennek kell lennie. Arábiában is az arab emirátusok, mint mini államok, illetve Európában a mini államok születése az rendkívül kedvező hatással volt a megszületésük időpontjában a háborúmentes kilátásokra, tehát itt ezt a történelmi tapasztalatot javaslom alkalmazni. Na most az, hogy cári hajón fedezte fel
Benyoszki ezt a földrészt, illetve ezt a szubkontinenst. Ez azért fontos, mert a franciák folyamatosan hamisítják, minthogyha Benyoszki eladta volna azt a hajót, és francia hajón fedezte volna fel. Ez nem fedi a valóságot. Ezzel lehet próbálkozni, hogy hát ha valaki ezt elhiszi, ez nem így volt. És itt mondanám azt, hogy Rozsdestvenszkij admirális, ugye az admirális az tengeri hadviselési tábornokot jelent, utoljára Rozsdestvenszkij admirális foglalkozott ezzel a lehetőséggel, aki 1848-ban született és 1909-ben halt meg, tehát orosz állami nézőpontból ő foglalkozott vele utoljára, hogy az nem francia hajó, hanem az orosz állami hajó volt, amin felfedezte Benyoszki ezt a szubkontinens. Tehát tudta, hogy milyen szögsávban nem hajóznak, és hogy azt behajózva ezt fel lehet, és kell fedezni. És ez megtörtént. Hát lassan átadnám neked a szót, kedves Attila. Ha valamit kihagytam, akkor... Ezt vég nélkül lehetne folytatni. Igen. Úgyhogy tömörségre törekszünk. Én is bemutatkozom, kedves nézők és hallgatók. Én Ludányi Horváth Attila vagyok, és a Magyar Koronatanács, a Szent Korona Ország a Magyar Királyság nevében, annak szószólójaként nyilatkozom most, okleveles közgazda, igencsak számos jogi tanulmány, stb. Után, ötgyerkes családapaként, ezt azért mondom, a jövő iránti felelősség érzetemet akarom ezzel domborítani. És jövő csak akkor van, ha békesség van. Békesség pedig csak úgy lehet, hogyha nincs kényszerű növekedési pálya, ami ma az egész világunkat általában jellemzi. De a Magyar Királyságnak, a Szent Korona Ország a Magyar Királyságnak van béke modellje, ami nem a folytonos növekedésen alapul, és mi ezt a béke modellt szeretnénk, ha minél többen a nagyvilágba követnénk. És itt csatlakozom a Benyovszki városok településéhez, mint a közös értékrendbe. Miért? Miért gondolom azt, hogy oroszok, ukránok, lengyelek, magyarok egy csoportba tartoznak? Kevesen tudják, hogy milyen nemzetformáló formáló erők, értelmezések vannak. Aki forgatta Kocsis István könyvét, bő 500 oldal, Trianonról, az elején megemlíti, hogy amikor Attila nagykirály birodalma fölbomlott, akkor a nyugatra menekülő hun törzsek nagyobb számban germánosodtak el, mint ahány törzs megmaradt hunnak. Ez mellbevágó volt számomra, főleg egy üzbegisztáni riport alapján, amikor egy középiskolai tanár felszólítja a diákot, hogy fiam, ki volt a mi legnagyobb uralkodónk? Elképedve hallgattam már a kérdést is, de főleg a diák válaszát, Attila hun király volt a válasz. És miért? Mert nem zavart bele senkinek az anyanyelv használatába és a vallásába. Na ez is erősen elgondolkoztatott, és hogy került sor erre a háborúra? Különleges katonai műveletre, hogy Vlagyimir Putyin mondja. És mivel én 35 évet töltöttem a külügyminisztériumban, ebből 10 évet egy speciális elemzői osztályon, ott tanultam egyecsmást. Azt kell elfogadnunk, hogy van egy új magyar létparadigma Balogh Sándortól, és van már magyar létdoktrina is egy változatban, amit 6 szóban próbáltam én összefoglalni. Azért kell utalnunk Balogh Sándor művére, Einstein tér per mező kérdésének megoldása, egy új világkép alapjai. Ezzel ő leváltotta a 300 éve uralkodó Isaac Newton féle világparadigmát, amely csak az anyagi világgal, a 4%-kal foglalkozott, míg Balogh Sándor a 100%-ot tárgyalta, a 4% anyagi világ és a 96% anyagtalan világ, értsd lélek és szellem, és megalapítja
tudományfilozófiai konklúzióként, hogy van Isten, aki célirányosan teremt. Nem megyek bele a részletekbe. Az a lényeg, hogy mi az, ami összeköti az orosz nyelvű, az ukrán nyelvű, a lengyel nyelvű és a magyar nyelvű szkétákat. És akkor ez a közös nevező, és ez ennek jegyében akarok békét az egész térségbe. Mondja, Tamás, kérlek. Igen, ennek a videónak lesz egy hosszabb és egy rövidebb változata. A hosszabb változatához támogatom, hogy akármeddig beszéljél. A rövidebb változatáról annyit mondanék a kedves nézőknek, hogy azt nyilván még oroszul és angolul is el fogjuk készíteni. Tehát ezt, hogy Benyovszky nevével városrészek, esetleg önálló városok, bármely országban, ami nagyobb földrajzi térségük, mert hogy alakuljanak, ezt szorgalmazzuk, és hogy ezzel próbáljuk meg elérni azt, hogy olyan 27 és fél évet megspóroljunk ebből a háborúból, ami itt 30 évesnek néz ki, de nyugodtan folytassam. Hát itt annyi a lényeg, hogy megértsük, hogy mennyire igaza van kis Dénes tudósunknak, Isten nyugosztalja, amikor megírja a könyvét Bábel előtt, Isten nyelve, avagy képességünk a magyar nyelv. És itt a magyar nyelven való fogalmazást kell kiemelni, és világlátást, hogy az angol imádó emberek számára is egy információt kis Dénestől idézek, könyvében beszél arról, hogy mi, és mennyi dicséretet kap Határgyőző, hogy milyen jó angol verseket ír. És megkérdezi, nem tűnik föl, hogy a magyar nyelv ismeretében anyanyelveként ír kiváló angol verseket? Na most ez azért fontos, mert párosul Pap Gábor, kiváló művelődéstörténészünk fölfogásával, aki leírja, hogy ne várjuk a nyugattól azt, hogy megértse ezeket a bizonyos mély dolgokat, és jól leírja, mert egyetlen a magyar nyelvben az a kép, van az a képesség, ahogy a dolgokat folyamatszerűségében és állapotszerűségében egyszerre tudja közölni. És ebből a magyar anyanyelvből való képességből mondom, hogy igen, le kell ülni, békét kell alkotnunk. Békét, tehát én a magam részéről a múltkor tartottam egy előadásot, külön kiemeltem. Nem érdekelnek az oroszok, ukránok, lengyelek, magyarok. Érdekelnek a szkíta értékrendben gondolkodó és úgy cselekedni akaró emberek anyanyelvtől függetlenül. És így kéne beindítani a Benyovszky városok sorozatát, vagy éppen Göncz Árpád városközpont legyen, akkor Benyovszky Móricz városközpont is valahol, hogy ébresztő legyen az egész, mit mondott a nepáli papok küldöttségének vezetője 2005-ben itt Budapesten. A földanya vajúdik, és a Kárpát-medencében szüli a jövőt. Mit mondott Pátre Pió, Pió atya? Magyarország egy kalicka, amiből egyszer majd egy varázslatos madárka fog kiszállni. Addig még sok szenvedés vár a magyarokra, de stb. Majd a magyarok hozzák el a világ számára a boldog élet receptjét. Ezek nem semmiből jövő szavak. Ez a mi anyanyelvünkhöz kapcsolódik. És ha úgy tetszik, én már vállaltam olyat adott körben, ismervén keletet, nyugatot, 35 év külügyminisztériumi tapasztalat után, hogyha sor kerülne Észak- és Dél-Korea közötti béketárgyalásra, és kell egy közvetítő, akkor én ezt merem vállalni. Igen, magyarként nagy esély van rá a sikerben. Jó, én ezt vállaltam. Igen. És nagyon szívesen vállalnám. Én 14 évet éltem külföldön, itt-ott-amott, Bécsben, Mexikóvárosban, Bonnban, Kölnben, Kolozsvárot. Áttekintésem van, félvilágot sikerült beutazni, és ez felelősséggel jár. Az, ugyanúgy, mint az öt gyerekem is felelősséggel jár. És a földanyát, és azonban egyes formációkat a Jóisten célirányosan teremtette, értettem meg Balogh Sándortól. És ami a leglényegesebb, nem értették azt, amikor Apponyi Albert azt mondta Trianonban, hogy kérem,
A Kárpát-medence egysége, ez a lényeg. Bárhogyan is többen élnek benne. Túlnyomás, túl súlyba került a nyelvi nemzet meghatározása, hiába mondta Apponyi, hogy tartsanak népszavazást, előre elfogadja az eredményét. Nem fogadták el. És én most azt szeretném, hogyha nem Oroszország és Ukrajna veszekednének Kárpátalja fölött. Kárpátaljáról az utolsó megszálló katona 91. 6. 18-án kivonult. A nemzetközi jog értelmében, lásd Szíj Rezső és Bernát Zoltán kiváló munkáját, a megszálló, megszállt területet elhagyva, köteles az eredeti állapotot helyreállítani. Kérem tisztelte, eredeti állapot 44. március 18, a náci német megszállás előtt, az ország területe 172.200 négyzetkilométer, államformája Magyar Királyság. Történt valami? Igen. Annyi, hogy három falut még elvettek, és Csehszlovákiához csapták annak idén a párizsi békeszerződésről, amiről Fülöp Mihály kiváló szakértőnk könyvet írt, a Befejezetlen béke címmel. Javaslatom, fejezzük be békésen a békét, alkossuk meg, de a nemzetközi jog értelmében és az 1991. december 1-i népszavazás, Ukrajna Kárpátalja térségében végrehajtott népszavazás eredményeként a csak 12%-nyi magyar mellett 72%-ban szavazott úgy a Kárpátalja népe, hogy ki akar válni Ukrajnából. Ezt kihirdette az akkori Kravcsuk elnök rendeletére. Nem akar csatlakozni Magyarországhoz, legalábbis nem sieti el, ugye jól mondom? Magyarországhoz nem csatlakozhat, mert nem Magyarországtól vették el, hanem a Magyar Királyságtól. Igen. Ha Magyarországhoz csatlakozna, NATO rögtön bevonulna. Szó nem lehet róla. A Kárpátalja lehet egy első kis darab, 12.000 négyzetkilométer bőven, ahol megvalósul az orosz birodalom biztonsági igénye, amire fütyült az ukrán vezetés, és az első eltávolító darab megszületik a NATO és az orosz birodalom között. És ezt a semlegességet hirdetünk mi a Benyovszky programmal, ahol szeretettel látunk bárkit, aki ukránként, de szkíta érzelmükül, kiműként nem volt hajlandó orosz testvérére lőni, vagy oroszként nem volt hajlandó ukrán testvérére lőni. Igen. És ez az egésznek a lényege, és a lengyelek meg a litvánok is meg kell, hogy értsék, hogy most a béke sziketét kell nekünk megalkotni. Nincs más választásunk, különben a hódító hatalmak eltörölnek bennünket. Igen, legyen először Kárpátalja, mint első darab, BRICS országok biztonsági határgaranciájával. És ha bárki melyik másik ország, például egy megújuló Amerika támogatná, hogy ő is garantálja ezeket a határokat, köszönjük szépen. A négy győztes hatalom felelőssége volt, hogy ebből eddig semmi nem történt meg. Kína, Oroszország, Nagy-Britannia és USA. Ez volt a négy alállam. Mind a négyen, ha mind a négyen garantálják, nagy baj nem lehet. Köszönöm szépen, ennyit akartam elmondani.